Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, több témáink néhány mondatban. Elkészült az óvoda parkoló, így már közel 20 autó tud egyszerre várakozni az intézmény előtt. Gunaras 50 folytatódik az egy egész éven át tartó ünnepi programsorozat. Rémisztő előzés Kakasdon, elfogták az életveszélyes manővert bemutató sofőrt. Házi orvosi tanácsok, az allergiások fellélegezhetnek, a gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk a melegben. Elkészült az Apraja falva óvoda előtti parkoló tolnán. Az önkormányzati forrásból épített terület 13 férőhelyes, így a már meglevőkkel együtt közel 20 autó tud egyszerre várakozni. Ezentúl akár 20 autó is elfér biztonságosan a tolnai Apraja falva óvoda előtt. Az önkormányzat ugyanis saját forrásból építetett egy 13 férőhelyes területet. A fejlesztésre azért volt szükség, mert egyre többen hozzák a gyerekeket kocsival, ami több alkalommal okozott már fennakadást. Főleg, hogy amikor esős, hidegebb időjárás van, autóval jönnek, és gyakorlatilag már a mögöttünk lévő zöld területet használták parkolóként, ez nyilván csapadékos időben állandó problémát okozott, sár volt, kikátyusodott ugye a terület, nem volt alkalmas arra, hogy kulturált módon lehessen itt parkolni és közlekedni, ezért döntöttünk amellett, hogy létesítsünk itt parkolót. A parkoló jelenleg zúzottköves és szegélyezett. A rétegrend azonban úgy lett kialakítva, hogy a későbbiekben aszfaltozható legyen. 2020-ban ugye megalakult a forgalomszámlálás szabályozási munkacsoport, és 2020 őszén a munkaanyag elfogadásakor már a testület döntött arról, hogy folyamatosan vizsgáljuk meg a lehetőségeket a parkolás tekintetében a városban, kiemelten az oktatási és nevelési intézmények környezetében. Ezért gyakorlatilag programszerűen ugye itt az Apraja falva óvodánál elkészült. Másik két intézmény, a Mözsi Zöldkert és Bartók Béla utcai Pittypangóvoda, illetve a mellette helyet kapott bölcsőde előtti parkolókat már megtervezték a szakemberek, mondja az alpolgármester. Amint elkészülnek az engedélyek, az előbb említett területeken is megkezdődnek a munkálatok. Segítő tájékoztatást kapnak a háztartások a folyószámlán tartott megtakarításaik értékének megőrzéséhez a számlavezetőjüktől, mondta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára. Túri Anikó az inflációs környezettel indokolta, hogy a kormány döntése alapján a bankoknak kötelező tájékoztatást kell küldeniük az ügyfeleiknek a megtakarítási lehetőségekről. Hozzátette, hogy a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztése eddig jó részt a hitelfelvételre összpontosított, holott a megtakarítások védelmére is épp úgy figyelni kell. Az államtitkár szerint a folyószámlákon tartott összeg 6-7 ezer milliárd forintra becsülhető. Magyarország az egyik legjelentősebb vadhús exportőr Európában, derül ki az ilyen termékek belföldi piacát és fogyasztását bemutató kiadványból, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tett közzé. Az évente 3800 tonna Magyarországon feldolgozott vadhús, majdnem 90%-a külföldre, főképp Németországba és Olaszországba kerül. Idehaza 46 vállalkozás foglalkozik ilyen élelmiszerekkel, amely értékes és különleges táplálék, ennek ellenére a fogyasztás fejenként idehaza mindössze 0,1 kg, és 10 éve is csak kétszerese volt ennek. Éppen fél évszázaddal ezelőtt, 1973-ban adták át a Dombóvár mellett található termálvizéről híres gunarasi strand és gyógyfürdőt. A helyi önkormányzat egész éven át tartó programsorozattal tiszteleg a kerek évforduló előtt. Ezúttal főként kisgyermekeknek kedveztek. Ez a Borhazsák zenekar a gunarasi sörkertben, ahol gyermekeknek zenéltek a hétvégén. Nevüket egy macska ihlette, korábban pedig rockzenét játszottak. Meghívtak minket egy óvodai farsangra, hogy nem mennénk el, és akkor mi oda elmentünk, összeálltunk, aztán jött újabb felkérés, újabb, és akkor így végül is kialakult a rockzenekarból szinte egy gyerekzenekar is, és akkor... és azóta ezt csináljuk. Tehát egyre több felkérés volt, és számunkra is döbbenetes volt, de nagyon szeretjük hát maga a tökély. Koncertjeiken a kicsiket is bevonják a produkciójukba. Megmozgatják, megtáncoltatják őket. Gyakorlatilag mi csak
élő zenét szeretnénk a gyerekeknek. De nekünk ez a fontos, hogy kivisszük a hangszereket közéjük, megpengethetik a gitárt, odaülhetnek a dobhoz, hogy ne ez a pendrive-os világ legyen. És gyakorlatilag tényleg elindult, és azóta hát heti rendszerességgel szinte minden hétvégén játszunk, néha hétköznap is, folyamatosan egész évben. A Gunaros 50 jubileumi rendezvénysorozat részeként hívták meg a zenekart. A szervezők a legkisebbeket sem akarták kihagyni a gunarosi ünneplésből, amely az 50 évvel ezelőtt épült városrész lakóit köszönti. Fellendülhet a városi csokigénylések száma idén. A családtámogatási rendszer év végére meghirdetett átalakítása miatt ez a kedvezmény már csak a falvakban vehető igénybe 2024-től. Szakértők szerint a csok kivezetése azt jelenti, hogy egy 60 millióra értékelt 20 éves futamidejű hitellel vásárolt ingatlan törlesztő részlete több mint 30 millió forinttal lesz drágább, mint korábban volt. Aki városi csok területen csökkenő árakra számított, most még meggondolhatja magát, az év végéig még van idő lépni és a jelenlegi, még kedvezményes hitelek mellett szerződést kötni. Többfelé extrém UVB sugárzás volt kedden az ország nagy részén, írta a meteorológiai szolgálat. A figyelmeztetésük szerint a hét második napján a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön az UV index a 8-as értéket is elérte. Az ország többi részén is nagyon magas volt ez a szám. Normál bőrtípusnál ilyenkor már 15-20 perces napon tartózkodás esetén is pír keletkezhet. A meteorológiai szolgálat mindenkitől azt kéri, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen a következő időszakban is, és 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Hatalmas indulatokat gerjesztett a közösségi médiában egy kakasdon készült videó néhány hónapja. A képsorokon egy rendkívül veszélyes autós előzés látható. A felelőtlen sofőrt azonnal keresni kezdték a rendőrök, most pedig el is kapták. A Kakasdon történt döbbenetes előzés sorozatot a középen haladó autó fedélzeti kamerája hátul és elől is rögzítette. Ezért a férfi elszámoltatása is könnyebb volt. A felvétel alapján a Bonyhádi rendőrkapitányságon indult szabálysértési eljárás egy pécsi férfival szemben, aki alapvetően nem az előzés ténye miatt került bajba, hanem azért, mert szabálytalanul egy kijelölt gyalogos átkelőhely közelében előzött meg három járművet úgy, hogy a gyalogos átkelőhelyen is folytatta az előzést, és csak az előtte elsőként éppen forgalmi jogból megálló autós lélek jelenlétén múlt az, hogy nem történt baleset. Ugyanis az elől haladó autó balra szeretett volna kanyarodni, melyet már jelzett is. A furgonos ezt figyelmen kívül hagyta és megelőzte a járműveket. A férfival szemben indult eljárás során a bonyhádi rendőrök őt pénzbírsággal sújtották, illetve 3 hónapra eltiltották a járművezetésétől, azonban ezt nem fogadta el és bírósághoz fordult. A bíróság azonban a rendőröknek adott igazat és elfogadta a korábban hozott döntésüket, így a férfi 3 hónapig biztosan nem ülhet majd autóba a volán mögé. A rendőrség mindig kéri a vezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, hiszen ezek az ő érdekeiket szolgálják, az ő védelmükért vannak. Mégis mindig van valaki, aki nem törődve saját és mások testi épségével figyelmen kívül hagyja a kressz szabályokat. Pedig ha mindenki betartaná őket, valószínűleg jóval kevesebb baleset történne. Eredményesen működik a 10 éve bevezetett trafikrendszer, beváltotta a hozzáfűzött reményeket, mondta az ágazatot ellenőrző hatóság elnöke kedden. Bíró Marcell hozzátette, a koncepciós rendszerben a korábbi 43.000-ről 5.848-ra csökkentették az árusító helyek számát. Jelentős eredménynek nevezte, hogy a fiatalkorúak körében a rendszeresen dohányzók számát a felére sikerült csökkenteni. Ez az eredmény nemzetközi szinten is elismerést nyert, hiszen az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója külön díjjal jutalmazta Magyarország miniszterelnökét. Nagy eredmény az is, hogy a felnőttek körében 10 év alatt 10%-kal csökkent a dohányzók száma. Az allergiások fellélegezhetnek, a gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk a melegben, mondja a szakember. Dr. Barna Györgyi vezető háziorvos szerint, bár a nyárnak ezen időszaka nyugodtnak mondható betegségek szempontjából, a rekkenő hőségben mégis fontos, hogy ügyeljünk a legkisebbekre, és minden esetőségre felkészüljünk.
Bár már javában zajlik a rendelési idő, mégsem várakozik senki a tolnai vezetőházi orvosváró termében. Ennek több oka is van, mondja a szakember. Ennek legfontosabb oka szerintem az, hogy a gyerekek nem járnak közösségbe, és nem adják át egymásnak olyan könnyedén, és hát nem beszélve ugye az örökös problémánkról, az igazolásosdiról, hogy nem kérnek, nem jönnek el csak azért a szülők, hogy igazolást kérjenek. Dr. Barna Györgyi szerint ugyan a nyárnak ezen időszaka nyugodtnak mondható betegségek szempontjából. A rekkenő hőségben mégis fontos, hogy ügyeljünk a legkisebbekre és minden eshetőségre felkészüljünk, mint például rovarcsípésekre, sérülésekre, karcolásokra, melyeket otthon könnyedén orvosolhatunk. Bárhova utazunk, nyaralunk, vagy akár otthon, hasmenés, hányás. Itt egyértelműen az a teendő, hogy szintén a folyadékpótlásra, amit elvesztünk, és hát most már kiváló probiotikumok léteznek, kiváló ilyen ionpótló italok is léteznek. Tehát ha meg nincs semmi kéznél, akkor én azt szoktam mondani, hogy csináljanak egy limonádét, amit picit sózzanak meg, és azzal óvatosan itatgassák a gyereket. Most az allergiások is fellélegezhetnek, ilyenkor nem jellemzőek a légúti panaszok, mondja a szakember. Csökkentek a szélanátha tünetei. Ennek ellenére továbbra sem előzzük az antihisztamint. Regionális híreink következnek. Halételek, főzőverseny, német kultúra, Dunamenti Halfesztivál Mohácson, közösségépítés, családi szálak erősítése, programokkal várták a pécsbányaiakat. Rock, blues, pop és heavy metal másodszor rendeztek Liget Fesztivált. Halételek versenye, kóstolása és német kulturális programok, értékek bemutatása. Így lehet röviden jellemezni a Dunamenti Halfesztivált Mohácson. A helyi német önkormányzat szervezésében megvalósított eseményt 2017-ben tartották meg először. Rottyog a halászlé a bújí csapat bográcsában az 5. Dunamenti Halfesztiválon Mohácson. A szakács azt mondja, hagyományos módon készítik ezt az ételt. Mohácsi halból készül, semmi extra nincs benne, ebben benne van a ponty, a vöröshagyma, só és jó minőségű paprika. Ennyi. Az ételeket benevezhették a fesztivál főzőversenyére a csapatok. Több kategóriában keresték a legjobb halételeket. Ez a mohácsi halászlé kategóriája, a másik az úgymond dunamenti halászlé, tehát mindenféle halászlé, ami nem mohácsi halászlé, illetve van a harmadik kategóriánk az egyéb halételek, tehát ide a halpörköltek, halpaprikások, sült halak tartoznak bele. Aztán igyekszünk egy kicsit a fiatalságot is motiválni itt a halfőzésre, úgyhogy tavaly évben bevezettük a legügyesebb 25 év aluli szakács kategóriáját, tehát a legügyesebb ifjú szakácsmestert igyekszünk ebből díjazni és motiválni. Díjat kapott a legfinomabb házi készítésű tészta is, amit a halászlé mellé kínáltak, illetve jutalmazták a legszebben terített asztalt. Az ételek mellett kulturális műsorok várták a látogatókat a német önkormányzat szervezésében. Mohácson nagyon sok nemzetiség él, és minden nemzetiség nagyon aktív egyébként, és hát nem szerettünk volna mi sem idézőjelben lemaradni a többi nemzetiség mögött, és hát ez volt a fő apropója, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvényt, nagy rendezvényel előrukkoljunk, és hát gyakorlatilag ugye a Dunamenti Halfesztiválról azt kell tudni, hogy ez egy gasztrokulturális rendezvény, tehát két lába van, az egyik a gasztronómia, amit a halak, a halételek jelentenek, a másik pedig ugye a kultúra, ami a magyarországi németség kultúrája, népszokásai, népzenéje, néptáncok és a többi. Az első Dunamenti Halfesztivált 2017-ben rendezték meg Mohácson. Az eseményre a hazai németek lakta településekről, illetve külföldről érkeznek érdeklődők és fellépők a fesztivál ideje alatt. A rokoni kapcsolatok fontossága, a helyi közösségek erősítése, ez a célja a pécsbányai Rokonália elnevezésű rendezvénynek, amit hétvégén tartottak a városrészben. A családokat programokkal, műsorokkal várták a szervezők. Most a Tudásközpont korbagyőző könyvtárpontját adunk, itt a könyvtárpontjában, ők is küldtek neked, illetve nektek ajándékhoz. Még egyszer köszönjük. Ajándékot kapott a megnyitón az a két pécsbányai fiatal, akiknek a festményeit a Közösségi Ház könyvtárában állították ki. Itt tartották a Rokonália elnevezésű rendezvényt a hétvégén. Ja,
Ugráló Vár a közösségi ház udvarán, itt játszhattak a gyerekek, illetve kézműves foglalkozásokra várták őket. Szándékunk az, hogy felélesszük az emberekben a régi időknek azt a jó szokását, hogy időnként, főleg nyáron, nyári szünet alatt vagy ünnepekkor összegyűltek a nagycsaládok, a távoli unokatestvérek vagy a távolabbi barátok, de ugye könnyebb úgy ide csalogatnunk őket, hogy kínálunk is valami programot. És szeretnénk, hogyha a Pécsbányai Közösségi Ház egy ilyen, ehhez tudna keretet biztosítani, és híre menne a környéken. Úgyhogy emögött van egy kis önérdek is, de kölcsönös is igyekszünk adni is az ideérkezőknek. Így foglalta össze a Rokonália célját a szakmai vezető. A pécsbányai eseményen állatsimogatót is tartottak a program keretében. Közösségteremtő ereje van, és nem csak a gyönyörű természeti környezetnek, hanem az állatoknak is. Mindenki szereti a kis jószágokat, van belőle itt több is, és úgy gondolom, hogy a gyerekeknek meg kell adni azt az élményt, hogy életben is látnak, és nem csak a tévében, nem csak a filmből, hanem élőben is megsimogathatnak, megetethetnek egy kis jószágot. Úgy érzem, hogy nagyon nehéz az embereket megnyitni, különösen ugye a Covid óta nehéz közösségeket újra kovácsolni, újra teremteni. Mi ezeknek szeretnénk most terepet adni. Ezért találnak ki mindig újabb és újabb programokat, ötleteket, hogy erősítsék a helyi közösséget ebben a városrészben. Rokonália nyárfelező rendezvényt már harmadik alkalommal tartottak Pécsbányán. Második alkalommal rendeztek Liget Fesztivált Pécsen. A zenei eseménynek a Balokányliget tószínpada adott otthont. A tavalyi sikeresnek bizonyult koncertsorozaton felbuzdulva, idén még színesebb, szélesebb skáláját vonultatta fel a zenekaroknak a szervező Pécsi Könnyű Zenei Egyesület. A háromnapos koncertsorozat első napján többek között fellépett az Utánam srácok zenekar is. A szekszárdi csapat 13 éve zenél, és nem először koncertezik ezen a fesztiválon sem. Nem ebből élnek, valamennyi tagnak van főállása. A blueszenét játszó együttes tagjai hetente próbálnak, hogy szinten tartsák magukat a zenélésben. Saját zenét játszunk. Tehát teljes mértékig mind a szöveg, mind a zene teljes mértékig saját. Innentől fogva ez nem az, amit meghallgatunk a rádióba egy CD-n akárhol, és akkor megpróbáljuk a leghűebben leutánozni, hanem mi találunk ki mindent, és ehhez idő és energiára van szükség mindenképpen. Ez már a második Liget Fesztivál. A tavalyi sikeresnek bizonyult koncertsorozaton felbuzdulva, idén még színesebb, szélesebb skáláját vonultatta fel a zenekaroknak a szervező Pécsi Könnyűzenei Egyesület. Tavaly még csak kétnapos volt a rendezvény, idén már háromnaposra tervezték a fesztivált. Mindenféle stílusban vannak zenekarok, most meg öttem játszók, ők blueszenét játszanak, de volt popzene, heavy metal, holnap lesz country, blues, tehát nagyon sokféle stílusból válogatunk, hogy legyen egy áttekintés a kilátogatóknak a pécsi zenészekről. Második alkalommal rendezték meg a Liget Fesztivált Pécsen. A zenei eseménynek a Balokányliget tószínpada adott otthont. Három napon át 17 zenekar játszott a 31 jelentkezőből. A siker, az érdeklődés nem maradhatott el. Jövőre folytatják. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Elkészült az óvoda parkoló, így már közel 20 autó tud egyszerre várakozni az intézmény előtt. Gunaras 50 folytatódik az egy egész éven át tartó ünnepi programsorozat. Rémisztő előzés Kakasdon, elfogták az életveszélyes manővert bemutató sofőrt. Házi orvosi tanácsok, az allergiások fellélegezhetnek, a gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk a melegben. Szerdán kora délután országszerte napsütéses, kifejezetten meleg idő várható csapadék nélkül. Késő délután azonban egy hideg front éri el nyugati határainkat, emiatt először északnyugaton, majd szerte a Dunántúlon, este már délen is előfordulhatnak szorványosan zivatarok. Az éjszaka második felére kivonulnak az esőzónák, megnyugszik az időjárás és fokozatosan csökken a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk.
Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!